Már szerdán, vagyis augusztus 18-án kezdetét veszi az ünnepi programsorozat Nyíregyházán. A 10. Nyírség Nemzetközi Néptánc Fesztivál helyett a háromnapos Folk fél hét programsorozatot szervezi meg a táncegyüttes. A fesztivál nyitó gála műsort a Kállai Ház udvarán tartják a legnagyobb nyíregyházi tánccsoportok, a Szikes Zenekar és a Kárpátalja Táncegyüttes közreműködésével. A sort 19-én Európa legnépszerűbb balkáni rezes bandája, Bobán Márkovics Orkesztár koncertje folytatja. 20-án pedig 250 táncos és zenész részvételével az Ásó Kapa nagy harang zárja a programsorozatot. Ebben budapesti, szekszári, debreceni, százhalombattai, jászberényi és természetesen nyíregyházi táncegyüttesek is részt vesznek. Az ötlet az a százhalombattai forrás néptáncegyüttes és a Summerfest igazgatójától. Ez egy személyben Szigetvári József úrtól származik, aki még a tavasz folyamán a legnagyobb vírus helyzet idején, amikor el voltunk zárva és különböző Zoom értekezleteket tartottunk, akkor adtam ki az ő fejéből ez az ötlet, és akkor ezek a néptánc együttesek, akik ebben részt vesznek, Szekszártól Nyíregyházáig, 6 tánc együttes, ezek ezt nagy örömmel fogadták, hiszen tudtuk, hogy a nyáron azért bizonyára lehet már ilyeneket csinálni, és valóban lehet. Rendkívül nehéz volt, hiszen előtanulásokat kellett végezni a próbateremben, anélkül, hogy tudtuk volna, hogy pontosan hogy is lesz az egész, majd volt egy háromnapos próba Százhalombattán, ezen már túl vagyunk, és a végére összeállt a műsor. A Folk fél hét mellett igaz más formában, de megrendezik az önkormányzati ünnepséget is. Méghozzá a Rózsakert szabadtéri színpadon, ahol az ünnepi köszöntők és a kenyérszentelés mellett más program is lesz. A Rózsakertben fogja a város átadni azokat a díjakat, amelyek a legfontosabbak a város szempontjából. Ugye a díszpolgári cím mellett ott olyan személy is kap elismerést, aki az egész életútját itt töltötte Nyíregyházán, és ez az életút, ez olyan jelentős volt, hogy a város elismeri őket egy életmű díjjal. Emellett ugye kenyérszentelés is lesz, és olyan meglepetés, amely itt a magyar tánchoz, a verbunkhoz kapcsolódik. Az Ásó Kapa Nagyharang című nagyszabású záró gálaműsor után pedig immár a Kossuth téren, felvezető produkció nélkül, 10:45-kor kezdődik a városi tűzijáték.